védett nemzet. A Szent Korona népe immunis a koronavírussal szemben. Arthur Merlin Morgana, Anglia Szent Háromsága, kaubolyok és űrlények, rémület a farmon, szellemek a képkockákon, ijesztő természet feletti felvételek, a hatalom fülei, kis lehallgatás történelem, elveszett fényhitünk, Attila a táltos fejedelem, a sóút titkai, elásott kincsektől hemzseg, az Alföld. Mindenről és még sok-sok más érdekes, izgalmas dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin szeptemberi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a nézőket Szűcs Robert nevében is. Szép jó estét. Zombóvári Gábor vagyok. Köszönjük szépen a telefonokat, bár mi még nem mondtunk itt nyilvánosan telefonszámokat, meg mindenféle elérhetőségeket, de szerencsére a nézők megtalálnak bennünket, és azt hiszem, hogy azt úgy feltételesen megígérhetjük, hogy majd a következő adásban már még több információt fogunk adni, hogy önök még több észrevételeiket tudják eljuttatni hozzánk. Így van, azt szeretnénk, hogy elindítunk egy játékot, minden adásban felteszünk egy játékkérdést, amelyre Hihetetlen magazin előfizetés könyveket, külön számokat fogunk kisorsolni, és pontosan elmondjuk önnek az összes elérhetőségünket, és azt is, hogy hol lehet megnézni az összes eddigi műsorunkat, annak, aki nem látta, tehát hogy egyéb információra kíváncsi. Ez a következő adásunktól kezdve ott fog szerepelni majd, és a végén majd részletesen kitérünk. Na, ilyenkor szokták azt mondani más csatornák, hogy megújul a műsor. Semmit nem akarunk megújítani. Ez így. Hát, de hát ez vegyük szerint, úgy, hát, a hát fejlődünk. Kislépés az emberiségnek. Interaktívabbak nem, leszünk. Vagy hogy volt ez? Kislépés emberiségnek, nem, fordítom. Nem, mindegy. Az embernek nagylépés. Nagylépés az emberiség, kislépés nekünk. Igen, igen, hát mert voltak a Holdon, szóval az már nem is vitás. Múltkor gabonakörökről, pontosabban különféle ábrákról beszélgettünk a műsorban, nagyon-nagyon gazdag képanyaggal, hiszen tényleg a legkezdetlegesebb gabonakörtől kezdve a legesleg, már ugye azt mondtuk, hogy 3D-nek tűnő lépcsőzetes ábrák, amelyek megjelentek itt az évszázadok során, hangsúlyozom, évszázadok során, mert ahogy mondtad, volt egy kis szünet, már a 16.-17. századtól, de hát aztán a 20.-21. században már nagyon-nagyon sok felé a világban, és nem csak főleg Angliában, megjelentek a gabonakörök, de mondom inkább úgy, hogy jelek a Földön, talán a Földön kívüliek üzenetei. A Földön hangsúlyozom, de vajon miért hangsúlyozom én, hogy jelek a Földön? Hát azért, mert hogy ebben az adásban most egy kicsikét fölülemelkedünk ezen a problémán. Levitálunk? Igen, hát nem leszünk ilyen földhöz ragadtak, hanem egy kicsit fölemelkedünk, és megnézzük, hogy milyen jelek az égen. De ha ne haragudjál egy... néhány mondat erejéig csak, hogy mert nagyon jó, amit elmondtál, hogy egy kis visszautalás az előző műsorra, a múlt heti műsorra. A múlt heti műsorban beszéltünk, a legvégén voltak ezekről a 3D ábrázolásokról, tehát erről. Igen. A tórusz ábrázolásról, tehát erről. És ott megemlítették, hogy ezeket a nyomokat, tehát ezeknek az ábráknak a megfelelőjét, amit így át lehet alakítani 3D-be. Igen. Ami egyébként egy tényleg már nagyon konkrétan a nullponti energiára való utalásnak tekintető, ezek az ábrák, ahogy mondtuk, sokkal régebben megtaláltuk, tehát hogy egy kicsikét, tehát hogy még visszamenek annyival egészítsük ki, hogy bár jelentés a gabonakörről a te általad, amit találtál 1570-es években, vagy nem tudom pontosan. 1590 Hollandia Assen, az első Assen, na, tehát írásos 1500, van. Na, 1590, de a különböző épületeknek a falán, különböző, amit említettük, mozaikok formájában, ott volt az az üzenet, amely olyan ábrákat tartalmazott, amelyet, ha most átalakítunk a mostani tudásunk szerint erre a 3D formátumra, akkor már azok is olyan üzenetet tartalmazhattak, amit az akkori korember nem tudott még megérteni. Egyébként tényleg több ezer éves épületekről, vagy pedig erődítményekről lehet szó. A Rodosz jut eszembe csak úgy, mert is van egy csomó ilyen mozaik, és aztán mit tudom én, hogy mikor kerültek azok oda, ők sem. Igen, egyet én is láttam ilyen nyomokat. Na most a mai adásunk témájában, amikor a jelek az égen, az égi jelekről lesz szó, igen, akkor pedig nagyon-nagyon régre kell visszamennünk, mert nagyon-nagyon sok beszámolóban szerepeltek azok a bizonyos jelek,
hogy azok, amiket most mi ebben a műsorban üzenetek formája, tehát üzeneteknek tekintünk, ezek a jelek szerepelhettek az égbolton, és nagyon sok olyan beszámolóban szerepelnek. Ezek között akadnak, nagyon-nagyon régi, még barlang rajzok is akadnak, amint található ilyen. Rengeteg sok olyan festmény, falikárpit, olyan dolog látszik, amin a szerző, a művész ráfestett azokat az embereket, hogy fölmutat az égre, és az égen látszik egy fényes, valami fajta jelenség. Tehát ez a jelenség, ez tényleg az emberiségnek már azzal az újkori történetével, tehát a néhány ezer éves történetével egyidős. Tehát folyamatosan megjelentek ilyen dolgok. Ezzel megint ugyanaz a helyzet, mint amit a múlt adásban elmondtuk a gabonakörökkel, el kell jutni a fejlődésnek egy bizonyos pontjára, hogy az ember értelmezni tudja ezeket. Rájön arra, hogy azok a különböző jelenségek, fényjelenségek, vagy bármifajta, ami megjelenik az égen, az nem egy öncélú valami, nem egy természeti jelenség, hanem valamifajta üzenet, egy olyan valamifajta egyértelmű vagy kódolt üzenet, ami a mi számunkra még megfejtésre vár. Na, egy kicsit akkor előbbre ugrunk, hogy nézzük meg azokat a képeket, amelyek még alátámasztják mindazt, amit mondtál. Jaj, nézzünk meg egy beállt. Hát persze. Igen, igazítsák ki, hogyha rosszat akarok mondani. Szóval az jutott eszembe, hogy a holográfiai atya Gábor Dénes. Ha ezeket most látnám, mit szólna hozzá? Hogy ellenálljuk, hogy úristen, hogy hova jutott az, amit ő ott megálmodott akkor. Ugye? De most onnan kéne kiindulni, hogy van egy olyan, egy átlagemberben, normális átlagemberben, van egy olyan, hogy azt szoktam mondani bármifajta rendkívül dologra, hogy hiszem, ha látom. Meg kell nézni ezt a bejátszást, és akkor megkérdezni, hogy még mindig igaz, hogy hiszem, ha látom. Mert nem biztos, hogy azt látom, amit én azt gondolom, hogy az ott valóban az történt. Ez először a részletesen a virtuális valósággal foglalkoztunk, tehát akkor volt, hogy egyáltalán nem biztos. Ez a virtuális valóságnak egyfajta kivetülése. Itt a bejátszás közben beszélgetünk, hogy sajnos nem tudjuk elmondani a kedves nézőnek, hogy ez melyik vár, úgy nézett, mintha a pozsonyi lenne, de lehet, hogy valami egész másokban. Tehát, hogy olyan jelenségeket tudnak produkálni jelen pillanatban, már a jelenlegi technológiával, és ez csak az a technológia, amit a hétköznapi emberek, bizonyos ilyen művészi csoportok rendelkezésre álló ilyen holografikus megoldások, ha megnézi valaki ezt a házat,
Hát az tényleg úgy nézett ki, mint ami abban a pillanatban a tőszor, mint egy földrengés lett volna. Miközben? Pedig az ég egy vágó semmi baja nem volt, ott ki lekapcsolták a berendezéseket, és ott áll teljesen egészében a ház. Hogy itt volt ez a vár. Hát átalakították, átformálták, csináltak belőle egy egészen más, különböző ilyen kígyók tekerektek ki az ablakon be. Ezek 30 méteres ilyen kis kígyók voltak. Iszonyúan plastikus volt a felvétel, direkt azért csinálták meg így, hogy voltak a közeli felvételek, ezt csak a szövegében olvastam, direkt azért aztán behelyezték teljesen térbe, tehát lehessen látni, hogy ahonnan az emberek látták, nehogy valakiben felmerüljön egy esetleg csak egy úgy egy trükkfelvétel, hogy nem ott történt a helyszínen, hanem csak mit tudom, hogy picibet csinálták meg egy számítógép képernyőjén. Nem. Ezt megcsinálták a valóságban egy mit tudom, 20x40 méteres épületen, aminek kövek potyogtak le róla, kígyók mentek át egyik az ablakból, fények jelentek meg, össze-vissza mozogtak, tehát magyarán eljutott oda ez az egész holográf technológia, hogy ilyen dolgokat lehet produkálni. És ez, mondom még egyszer, ez csak az, amit a felhasználó szintjén, amit az, egy, bárki, akinek lehetősége van arra, hogy elmenne egy ilyen bemutatóra, és meg tudja nézni, ilyen egyébként volt Magyarországon is. Hol? Magyarországon is. Nem tudom pontosan, hogy hol volt, de valaki említett, hogy Magyarországon is csináltak egy ilyen hasonló, egy ilyen épületnek, a épületre kivetített valami. Van belőle minden nagy más felvétel is van, de például emlékszem, hogy 2004-ben a Magyar Televízióban, amit akkor még nem volt semmifajta kereskedelmi televízió, talán lehet, hogy akkor még te is ott voltál, 2004-ben az MTV-nél, úgy hívták? MTV volt 2004-ben? Igen. Na, MTV-nél, na. És akkor ott bemutattak egy olyan műsort, hogy egy, volt egy ekkora asztal, ami itt van előttünk, és afölött elkezdett rebdesni egy helikopter. 2004, tehát 9 évvel ezelőtt a számítástechnika olyan robbanásszerű fejlődésen megy keresztül, hogy az már valami őskori kövületnek számít, és a következő látszott, hogy erről az asztalról felszáll egy helikopter, igen, majd kimegy, ott van ilyen nézőközönség felé, akkor éppen azt hiszem nem ül ott a közönség, kimegy oda fölé, visszajön, a kedves nézők rákeresetek az interneten, lebeg, hallod a hangját, lebeg, majd megjelennek ilyen harckocsik és mászkálnak ott az egészen, a fickó oda megy, az áll meg, gombot és puf, eltűnik az egész. Akkor 2004-ben meg tudták csinálni, hogy olyan valóságos érzetet keltettek, hogy az a helikopter térben mozog, és egy holografikus program volt, tehát ez volt az első ilyen kivetítése. Tehát még egyszer, ez folyik a hétköznapi szinten, és akkor amiről ebben a műsorban akarunk beszélni, az igazából az, hogy a háttérben mi zajlik? Egy valami fajta globális cél, annak a globális célnak az új virágrendnek a megvalósítása érdekében van egy olyan eszköztár is, amelynek a jelek az égen címet viseli, tehát olyan technológiákat akar, amit itt bemutattunk, csak ennek esetleg nagyságrendel fejlettebb, nagyságrendel több költséggel előállított, sokkal látványosabb, sokkal fantasztikusabb, amelynek megvannak a, mai, a maga céljai, ezt fogjuk majd ebbe a, az adásban majd elmondani. Igen, egyetlen egy mondat visszatérve ahhoz, hogy amikor azt mondtad, hogy a felhasználók, és tényleg napjainkban, vagy az utóbbi években ez már szinte természetesnek mondható, hát itt van David Copperfieldnek, a bűvésznek a trükkjei, hát amikor eltüntet épületeket, meg minden, és ott is kiderült, hogy a fényekkel és egyebekkel játszik. Szóval nem tudom én leleplezni a bűvészeknek a trükkjeit, ezt nem én találtam ki, hanem megírták, hogy azért nem lehet csak úgy eltüntetni, mit tudom én, a Tower Ridge-et vagy bármit, hanem egyszerűen azt látják az emberek, amit nem látnak. Igen, most abba az a borzasztó, hogy azokra a dolgokra, amikről most akarunk meg beszélni, azok sajnos ennél egy picit alantasabb szolgálnak, tehát bizony. Nem feltétlenül arra, tehát nem pusztán csak egy bemutató a mi számunkra. Na most ebben az adásban úgy gondolom, hogy nem csak arról kéne beszélnünk, tehát hogy nézzünk meg, mert hogy ez az egész téma az értelemszerűen hozzátartoznak az UFO jelenségek, mert az UFO jelenségeknek a feltűnése, tehát hogy rendkívüli fényjelenségek tűnnek föl, igen, különböző helyeken a világban. Ezek ugyanúgy hozzátartoznak, és majd a végére, a műsor végére majd ki fog derülni, hogy mik az alkotóiknak, esetleges alkotóiknak. Netán manipulálnak bennünket. Netán manipulálnak bennünket. Bennem is, én azt mondtam, hogy nem nagyon képzelhető, de hát elképzelhető. Tehát, hogy olyan fényjelenségek, olyan dolgok, amik megjelennek az égen, amik arra vonatkoznak, hogy ezek földön kívülek, ez vonatkozhat az előző adásban elmondott gabonakörökre is, kiderülhet, hogy esetleg olyan csoportok állnak, akik ezzel egy bizonyos folyamatot akarnak felvezetni. Gondolom, hogy nézzük meg egy olyan, ez egy elég kis, rövid kis bejátszás, hogy Jeruzsálemben a Sziklaszentély fölött, amikor megjelent egy ilyen rendkívüli fényjelenség,
ez is egyszerűen döbbenetes, hogy miket produkálunk. Íme. Ascended to heaven, built on top of a site sacred to Judaism. An American woman takes it all in her stride, seen it all before. We've seen them in Mississippi like this, but never like this. Yeah, easily dismissed as a hoax until you see this. Of light dropping until it hangs just over the dome of the rock, these spectators a little more impressed. Whoa! Erre mondják, jó volt, de hogy röviden, de erősen megmutatták, hogy minden történt. Na most mit láttunk? Vagy mit nem láttunk? Hát ez az, hogy ez most ott volt, vagy nem volt ott. Oda rakták mesterségesen, olyan, vagy valaki jött? Na ez az. Ezt a jelenséget, tehát amit itt láthattunk, ezt általunk ismert semmifajta olyan földi tárgy, ezt nem tudná produkálni, ezt lehetett látni. Az, hogy leereszkedik oda valami, azt még igen, mert az egy normál sebesség történt. De abban a pillanatban, hogy eltűnt onnan, ez olyan volt, amit eddig sci-fi filmekben láthattunk. Tehát a sci-fi filmben ott volt, hogy összefolyik a csillagos ég, és ott száguldunk valami, de ez valami elképesztő. Tehát ha mesterséges eredetű tárgy, nincs benne semmifajta élőlény, önmagának annak a mesterséges eredetű tárgynak is kibírni azt a gyorsulást, amit ezt csinált, mint hogy 100 G-vel ment onnan föl, tehát irdatlan sebességgel ment el, az hihetetlen. Ez csak egy jelzésértékű, tehát én úgy gondolom, hogy ezt azért érdemes bemutatni, hogy igen, és majd megint minden alkalommal elmondom, hogy a műsor végére tiszta lesz a kedves nézőknek, hogy mit akarunk ezzel mondani. Reméljük. Nem véletlenül, hogy Jeruzsálemben jelent meg, a Szikla Szentély fölött, tehát itt a bibliai időkben, a bibliai tájakon, bocsánat, tehát ott alapban a tájakon jelent meg. Tehát ennek is van jelentősége, hogy ott olyan rendkívüli jelenséget tapasztaltak meg az emberek, akire azok a nagyon sokan van, akik értelemszerűen fogékonyak a csodára, azok természetesen össze fogják már is kötni ezt a dolgot valami fajta biblikus jelentőséggel. Tehát vagy összefogják a zsidó hitvilággal, vagy a keresztény hitvilággal, össze fogják mindenképpen kapcsolni. Ez a világ természetesen hát ott dolga. Ott volt egy csomó ember, nézte. Így van, és azok az emberek néztek, addig is, wow, hát semmit más nem tudtak mondani, mindenki ott ájuldozott. Megint nagyon jó egyébként, mert én azért szeretem ezek az ilyen jellegű felvételeket, mert ebből egyértelmű, tehát nem arról van szó, hogy Gipsz Jakab kiment a Mátrába, és hálózsákba feküdt, és csinált valamit az égboltól, remegett a keze a kamerától, meg a pálesztől, amit benyomott éjszaka, hogy ne fázzon. Ez itt nem arról van szó, hát itt több tízezer ember lehetett kint, akik látták és megtapasztalták ezt a jelenséget. Tehát ezt nem lehet elmismásolni, mert azt mondja, hogy nem történt semmi. És ezt utána nem vizsgálták, vagy nem próbáltak meg utána nézni szakemberek, tudósok, csillagászok, fizikusok, mondhatnám, hogy egyáltalán mi volt ez? Erre szokták mondani, Dombóvár úr, nagyon jó a kérdés. Válasz, nem. Nem. Egyáltalán nem. Mindegyik. Azt vártam, hogy legalább valami biztatót mondasz. Hajrá, Dombóvár. Hajrá, Kovács, hajrá, tudom. Kovács. Értem, de hogy ennyire nem érdekli a hivatalos, vagy a tudományt, hogy meg se kérdezik. Vagy nem tudunk róla. Emlékezz vissza még egy dolog. A múltkori adásban elmondtam azt a 150x1000 méteres alakzatot, amit valaki felfedezett. Igen. Én mostani adásunkig egyetlen információval sem rendelkezem arról, hogy valaki vette volna a fáradtságot, hogy az ott dolgozó kis repülőgépet, vagy bármi, ami ott van, mezőgazdasági gépet, vagy megkérjen valakit, vagy oda fölé repüljön, hogy megnézze, ugyan már mi a túró az, ha nem rendkívüli jelenség, és nem földönképek üzenete, de lehet, hogy egy olyan régészeti leletet találnának, ami korszakalkotó lenne, és esetleg átérne a történelmünket. Senki nem ezen fáradtságot, kimenjen. Itt ezeket a dolgokat sem vizsgálják meg, és van még másik 10 000, 100 000, tényleg 10 000, 100 000. De ezért van igazad Énikennek, amikor ő azt mondta, hogy én nem azt várom, és ezt elmondta nagyon sokszor, hogy igazolják, hogy az, amit én mondok, és az én feltevéseimet igazolják, hogy az igaz. Nem, nézzék meg, és hogyha megcáfolják tudományosan, akkor visszavonulok. Hát ezt elmondta, hogy nézzék meg legalább. De Éniken azt csinálta, hogy ő elment Dél-Amerikába, és azt mondta, hogy hölgyeim és uraim,
eljövök ide, följövünk 3000-4000 méter magasra, olyan építőelemet találtunk itt a Perúban, amelyet mi általunk ismert technikával semmilyen formában nem lehet megmunkálni. Úgy néz ki, mintha egymásba érezkednének, mintha legószerűen egymásba érezkednek. Tessék már megmondani, hogy ki, mikor, hogy csinálta. Született erre válasz? Semmi. Nem született. Van még millió ilyen kérdés. Szerintem már lassan egyébként a 40. műsornál tartunk, csak úgy mondanám neked. Mennyi? Tehát közelünk a 40. műsorhoz tartunk. Mint ha most kezdtük volna. Már őszre, remélem, hát szeptember végén kezdtük el, akkor már jövő 50. műsorra. Tehát, hogy akkor rengeteg dolog ilyenről beszéltünk, nagyon sok ilyen dologról beszéltünk, és szinte mindegyik műsorban akad olyan téma, amelynek szükséges lett volna, hogy megvizsgálják. Senki nem foglalkozik vele, senki nem veszi komolyan, illetve a háttérben biztos, hogy megvannak azok a szervezetek, hát csak amelyek nem tudunk ezt a képet is komolyan hát meg egyáltalán, hogy meg lehetett nézni, mert igen. Most már a technika, hála Istennek, ott tart. Szerintem nézzük meg, ez egy még rövidebb lesz, egy nagyon ilyen kis incifinci kis bejátszás, hogy Moszkvába is például milyen jelenséget fotóztak, tehát ez is, hogy jelenhetett itt meg Moszkva fölött. Jelek Moszkva fölött. Félreértés lenne, nem a Jereváni rádió és televízió felvétele volt, szóval itt nem, hanem ez, hát tényleg. De egyébként a most utólag hirtelen, mert eszembe jutott, azt nagyon sajnálom, hogy ezt nem mutattuk be, de szintén utána lehet nézni az interneten, hogy a múlt évben Moszkva fölött megjelent egy olyan, ami olyan lett, mint a harmadik típusú találkozásban van, amikor szétnyílnak a felhők, tehát megjelent egy hatalmas, nagy, fényes kör Moszkva fölött, de nem tudom, 1 millióan látták, és mindenki megvolt, hogy a végítéletnek a köre az még a 2012. december 21-dik előtt volt, és mindenki, de tényleg hatalmas, több kilométer átmérőjű, egy fantasztikus gyűrű, aminek a közepe fény lett, utána lehet nézni. Tehát ott feltűntek ilyen jelenségek, de sokan bizonyos ezeket a meteoritokat, ami itt volt, Chelyabinsznál, tehát volt múlt évben szintén, tehát ezeket a dolgokat is egyébként ide sorolják, de ilyen hasonló jelenségek, tehát ilyen rendkívüli fényjelenségek, megmagyarázhatatlan objektumok mindenhol feltűnnek. Nem csak Moszkva, azért mondom, mert az előbb hangsúlyosat mondtuk, és említetted, hogy nem véletlen is a biblikus eredetre utalva Jeruzsálem. Na most Moszkvában mire utal, vagy Moszkva hát, fölött éppen? Nem tudom, Moszkva, hát ott meg a ott csak mindenre lehetne utalni. A pravoszláv egyháznak valami fajta üzenet, vagy valami. Lehetne, bár itt érdekes, mert itt ez most nem pontos oda stimmelne, ez a háromszögletű objektum, de van, ahol stílszerűen ilyen dolgok jelennek meg. Na most ezt az egész témakört, és most miért érdekes, eddig a UFO kutatók, azok gyakorlatilag meg voltak róla győződve, hogy ezeket a rendkívüli és megmagyarázhatatlan fényjelenségeket ugyanúgy besorolhatjuk az UFO jelenségek közé, mint azokat a valós, tehát olyan tárgyasú dolgokat, amikor láttak egy ilyen kis klasszikus csészaj alakú valami fajta szerkezetet, illetve megörökítették videóval, fotóval. Mindenki úgy gondolta, hogy ezek a fényjelenségek, ezek szintén ugyanebbe a körbe tartoznak. Bizonyára így is van, tehát elképzelhető, hogy ennek egy része, kisebb része, nagyobb része, ezt most innen nem tudjuk megmondani, hogy szintén ebbe a körbe tartozik. De bizonyára vannak közte olyanok, amiket nagyon is ember alkotta szerkezetek. És akkor most már tényleg, mert a ne csigázzuk a idegét, tehát, hogy körvonalazódik, kibontakozóban van egy olyan fajta terv, hogy abban az új világrendben, amit az emberiségre szeretnének, sajnos ezt a kivétést kell aztán rá erőltetni, mert az sokkal-sokkal, de sokkal több negatívumot tartani, mint pozitívumot. Ehhez, mint említettük régebbi adásaiban, nagyon-nagyon sok dolgot felhasználnak, mindenfajta dolgot. Na de akkor itt most arról van szó, hogy ez, ha így gondolom, akkor ez figyelemelterelés is lehet, nem csak befolyásolás, mert nem, ez a valóságról. Ez egy nagyon jó, ez is az egyik egyébként, hogy el is tereltem, de most mondom, egy más aspektusból vizsgáljuk ezt az egészet, és
oly sokszor elmondtuk már ebben a műsorban, hogy van egy ilyen kozmikus kirakó játékunk, egy kozmikus puzzle-ünk, ennek próbáljuk mi ebben a műsorban és a kis darabkáit a helyére rakni, és akkor mindig, amikor kiderül egy olyan újabb dolog, akkor hirtelen az ember, hát komolyan mondom, lehet, hogy így nem látszik rajtam, hogy megvilágosodtam, ez. De a megvilág tényleg olyan, amikor a hirtelen az ember rádöbben, hogy te jó ég. Beszéltünk egy egyik műsorban valamiről, és utána várjál, és a következő műsorban előttünk, hogy elindult egy egészen más folyamat, más emberek, mások kísérletei alapján, és az a bizonyos dolog, az a két dolog, az össze fog függeni. Én bennem, megmondom őszintén, körülbelül egy héttel ezelőttig pedig aztán, mert tudod, hogy mi mind a ketten belássuk magunkat ebbe a témába, rengeteget beszélgettünk, rengeteget foglalkoztunk vele. Meg sem fordult a fejemben, hogy például a chemtrail, tehát ezek a vegyi csíkok, amiket kibocsájtanak a repülőgéből, amikor egy teljes műsort szenteltünk ennek egy ilyen manipulációs dolgoknak, időjárás manipulálással például, ennek a chemtrailnek a kibocsátása és az újabban induló projektek, amiket csinálnak, a között lehet valami fajta összefüggés. Uh-huh. Ezt az új programot egyébként egy kicsikét megelőzve a bejátszásokat Blue Beam-nek, vagyis kék sugárnak a hívják. Blue Beam. Uh-huh. A Blue Beam, ez a kék sugár. Nem ugorjunk még előre a kék sugárig, de a kék sugár, ez azt jelenti, hogy ennek a programnak a segítségével globális holografikus kivetítéseket akarnak csinálni. Most én, amikor ezt először meghallottam, akkor bent a Hihetetlen Szerkesztőségében a kollégáimmal beszélgettünk, konzultáltam erről, és mondtam, hogy gyerekek, hát hogy a túróban lehetne megcsinálni, hogy tudnák oda kivetíteni az ezt az egészet az égre, de úgy kivetíteni, mert hogy ehhez például nem csak földi eszközöket szeretnének igénybe venni, mint későbbiekben kiderül, hanem műholdakat is. Tehát azt mondtam, hogy gyerekek, ez kéne egy hatalmas, ilyen valami földkörüli kivetítő ernyő, amire inverz módon mondjuk a hátuljáról rávilágítanák ezeket a dolgokat, és akkor megmutatnának ezeket a jelenségeket, hogy hogy van. De azt mondtam, na de ezt hogy kell megcsinálni? Na és akkor na, kiderült, kedves Gabi, hogy igenis ezt meg lehet csinálni, ehhez mi, ezt a chemtrail programok, amelyekkel a légkört beborítják ezekkel a dolgokkal, azok egy ilyen réteget képeznek, ezt abban a műsorban elmondtunk, ki is mutatnák, ezek fémszentséget is tartalmaznak, és ezeknek a programok segítségével egy kozmikus méretű, idézővetével vetítőernyőt lehet létrehozni, amire a következő fázisban rá lehet sugározni ezeket a dolgokat. Ha gondolod, meg is nézhetünk egy gondolat erről, hogy néz ki, hogy na mi ennek a bizonyos chemtrail permetezésnek a másodlagos hatása, ami a mi szempontunkban most nagyon fontos. That is not rain, that is not snow. Believe it or not, military aircraft flying through the region is dropping chaff. Small bits of aluminum, sometimes it's made of plastic or even italicized paper products, but it's used as an anti-radar issue, and obviously they're up there practicing. Now, they won't confirm that, but I was in the Marine Corps for many years, and I'll tell you right now, that's what it is. What happens here, military jets, some come out of Key West Air Force Base, and they move off into the atmosphere, and they drop mylar strips. Some could be a little wider. Some are small glass fibers that are coated in aluminum. And what the Air Force does is they take their military jets, and they dump these out of the aircraft. They fall into the atmosphere, and some take as much to a day to fall down. This is inevitably military or something going on. The government, the Air Force, you see this kind of a pattern like this, you can rest assured there's something going on. They're actually little bitty magnetic and little bitty strips of whether it's aluminum. So it's a nuisance to you and I to determine what's real and what's not, but it looks like it is a life-saving operation. There from the military. Plane moves along and the little white trail follows right behind it, and usually about 10 or 20 lengths of the plane or thereabouts, and then it's gone. And you can still see them that way, by the way, once in a while. So there goes a contrail. These other things we're talking about are not at all the same phenomena at all. These planes go by, and they billow out this white smoke, and it covers the sky from horizon to horizon. It doesn't dissipate at all. And they crisscross each other. And you see this thing cover the sky and turn it milky, and then people start having trouble breathing, and then you hear stories about the aluminum and barium deposits that they're picking up and the residue, and you put it all together, and I don't see how anybody who's got their eyes open and their mind open can come to any other conclusion but that somebody
is spending a lot of money and effort to spray the planet. The question is, why? I have my own theories, but I hope that there will be some good investigative reporters go out there and get us the answer. I know that whenever it's finally discovered, and it will be, the people who are doing it will undoubtedly say, oh, well, we did it for you folks. It's for the greater good of the greater number. It's for the society. It's probably to prevent global warming. Or maybe it's to inoculate people against some kind of a dreaded biological attack. We can't go around shooting everybody in the arm, but we can spray them and save their lives. You see how good we are? We're doing it for the benefit of society. I know they're going to, whatever it is, they're going to say it was for your good or mine. Itt szó szerint azt mondta ez az őszúr, hogy a kérdés csak az, hogy miért. Na most, hogy miért, miért? Mert az ember látja, hát most épp az előbb itt, amikor mondtam, hogy megy a repülő össze-vissza, húzza a kondenszcsíkot, ilyet nap mint nap látunk az égen. De hogy aztán ebből milyen összefüggések jönnek ki már, mint ez a csíkok között, azt nem lehet tudni, és akkor most én is csak azt tudom mondani, függetlenül attól, hogy együtt láttuk meg a nézők is ezt a kis összeállítást. Szóval miért? Hát azért, mert amit a bejátás előtt említettem, vannak olyan dolgok most itt a Föld nevű bolygón, amik folyamatok, amik elindultak, amik mind egy irányba mozognak. Akkor, amikor mi eddig erről beszéltünk, és utána nézünk annak, hogy milyen célt is szolgálnak ezek a bizonyos chemtrailek, tehát ezek a kémiai csíkok az égbolton, akkor találtunk rá különböző magyarázatot, ez alkalmas arra, hogy akár mérgezik az emberiséget, azok, amik a légkörbe kerülnek, és mi belélegezzük, képes az időjárásnak a megváltoztatására, manipulálni lehet vele az időjárást, elképzelhető, hogy ezt az eszközt is bevetik, például akkor, amikor most itt Európában például ilyen szörnyű és szélsőséges időjárás uralkodik. Tehát rengeteg dologra használható. Most előjött. De jóra eddig még nem sikerült felfedezni. Az a félelmetes, hogy az a szörnyű, hogy minden dologra, amit beszélünk, az soha nem a jóra. Tehát nem arra akarják felhasználni. Ha van valami fajta olyan, az a szörnyű, és erről is sokszor beszéltünk, ha van valami olyan dolog, ami tényleg jó lenne, ami a múltkori adásban szerepelt így a tórusz, a gabona a körök kapcsán, az a bizonyos a nullponti energia. Ha valaki a nullponti energia közelébe jut, akkor az abban a pillanatban lesöprik, mert kiszámolják, hogy körülbelül 200 trillió dollárt ér még a Földnek azok a kincsei, azok, amiket ki lehet bányászni szénbe, kőolajba, földgázba, és ezt véletlenül sem fogja senki adni, és baromira nem érdekel ezeket az embereket, hogy tönkreteszik az egész élővilágot, Földnek a környezetét, és helyette már ezerszer tökéletesebb módszereket lehet alkalmazni, elektromos autókat, hidrogénnel megkötött autókat, senki nem foglalkozik ezzel. Persze, mert akkor ott a feltaláló, és akkor vagy jobbik esetben jó sok pénzért megveszik a találmányt, és beteszik a fiókba, rosszabb esetben lelövik. Volt ilyen példa is. Így van, tehát de is említettél évet, és ismertél ilyet. Ja. Na, szóval a dolog erről szól, és az a baj, hogy egyre több olyan jel kerül, és nagyon jó, hogy pont ez a címe, tehát hogy egyre több jelét látjuk annak, égen és földön vannak dolgok, most nem menjünk bele ilyen Shakespeare-be, tehát hogy égen és földön is találunk olyan jeleket, amik azt sugalják, hogy itt igenis elindult valami fajta folyamat, amiben, és egy olyan új témát kell tanulmányoznunk, amiben tökéletesen beleillik. Tehát még egyszer, ennek a chemtrail csíkoknak az égboltra való rávarázslásával bármilyen ponton egy hatalmas olyan felületet tudunk elérni, amelyre a későbbiekben bármifajta dolgot a titokban folytatott holografikus technikának a katonai fejlesztése által nagyon-nagyon sok műhold segítségével ki tudunk rá vetíteni. Megint egy zárójeles mondat, láttam egy filmet, Gábor, láttam egy filmet. Hippolyta Lakály. A Földről, hogy amikor azt mondjuk, hogy látjuk a kék bolygót, a Föld körül most már legalább szerintem 10 000 műhold kering, de most komolyan. Igen, meg egy csomó űrszemét. Az űrszemétről nem is beszélve, az beborítja ezt az egészet. Elképesztő mennyiségű műhold van, és ezeknek a műholdaknak egy jó részéről
az emberiség egészének, vagy az átlagembernek, sőt, akik nem a hadi kutatásban, vagy a védelmi miniszterben, fogalmuk sincs, hogy milyen cél szolgál. Tehát tele van az űr olyan eszközökkel, hónapok óta ott kering egy amerikai pilóta nélküli űrrepülőgép, ami a hírek szerint alkalmas arra, hogy a kínaiak, észak-koreaiak által fölött különböző műholdakra oda megy, és mint 40 évvel ezelőtt a James Bond filmben látott egy ilyen, hogy kinyúlik egy kar, és jó fenékben ugye a műholdat, az kimegy az őket. De most a, nem, ez komolyan, ez a valóság. Igen. Tehát ilyen dolgok vannak ott. Persze, természetesen ilyenkor a nézőkben felmerül a kérdés, amit teljesen megfoglalkozta, miért? Miért akarna valami ilyet csinálni? Miért akarna ilyet? Hát azért, kérem szépen, mert az egész emberiség egy ilyen, tényleg egy ilyen virtuális világban él. Minden egyes szinten az emberek belemenekültek egy virtuális világba, ez a telefonjukkal, a tabletjukkal, a PC, asztali PC-jükkel, a notebookjukkal, minden, a mozival, az összes ilyen élmény, minden arról, hogy egy látszólagos valóságot teremtsem körülötte, amelyben megpróbálják elérni, hogy minél otthonosabban viselkedjen. Csak az emberek jó része ezt el is hiszi. Az embereknek a 99,5%-a el is hiszi, igen. És ők pontosan erre játszanak. Az a lényeg, hogy egy maximális mértékben kezelhető, egységes, homogén tömeget állítsanak elő. Nem arról szól az egész, hogy az emberiségnek az a lényege a sokszínűség. Hát azt szajkózták nekünk a rendszerváltás után, hogy a sokszínűség, hogy itt most mi pedig egyen embereket csinálnak, és bezzeg, na most itt kinyílt a világ. Igen. Nem. Most akarnak bennünk, megint egyen embereket akarnak. Az egész világban. Megint olyanokat az új világban, igen. Egyen embereket akar gyártani. De itt nem véletlenül használtad te is, és itt globális dolgokról van szó, hiszen hogyha visszatérünk a korábbi adásokra, meg azokra a dolgokra, eseményekre, amikről beszéltünk, hát ez az élet, most a bolygó, és akár a világűrt is nézhetném, minden területén ott van, mert ez a fajta manipuláció akkor megjelenik ugye az időjárásban, akkor megjelenik a haditechnikában, megjelenne ez az égi jelekben, és ezt én végtelenségig sorolhatnám a pénzügyi világtól kezdve a földrengésekig, hogy mind ez a sokféleség egy irányba megy, egy irányba nyomja az egész emberiséget, a hűlés felé. Így van, és az a probléma, hogy az embereknek a legnagyobb része ezt nem veszi észre. Ezen igazából mondjuk különösebben sok csodálkozni való nincs, hiszen a legprofessionálisabb emberek a legprofessionálisabb módon, a legprofessionálisabb eszközökkel is végtelen pénzügyi háttérrel csinálják ezt az egészet. Tehát sajnos az van, hogy a szem, akik egy picikét megpróbálnak az árral szemben adni, például mi, ilyen kis pontocskák vagyunk, és akik szemben állnak, és akik ezeket a folyamatokat globálisan vezérlik, irányítják, azok nem csak hozzánk képes, az egész emberiséghez képes. De akkor ez olyan egyszerű a válaszolni, akkor azt lehetne kérdezni, hogy mi hasznuk van belőle, az, hogy az egész emberiséget így egy irányba terelik. Egyszerűen ez a, mondjam úgy, társaság, mert nem tudom minek nevezni, egyszerűen világuralomra tör, hogy minden az ő kezükben legyen. A világuralom az már megvan. Vagy, hát jó, oké. Okay. Nem, az a baj, nem fogom tudni idézni a nevét. Egy Berlinben dolgozó teológia professzor, matematikus egyébként, egy hihetetlen szimpatikus ember, azt mondta, hogy ő el nem tudja képzelni, hogy itt a Föld nevű bolygón miképpen alakulhatott ki egy olyan társadalmi-gazdasági formáció, amikor az egyik embernek soha életében egyetlen egyszer nem fog tudni jól lakni, és a várható élettartama akkor már nagyon-nagyon túlbecsültem 10 év. Szájhelyületedben, de annyit valószínűleg nem fog megélni szegény. Másik oldalon pedig ott vannak olyan emberek, akik 2500 milliárd évre elegendő élelmiszertartalék és mindenképpen rendelkeznek. Ez, de olyan szépen, ez lehet, hogy nagyon triviálisnak tűnik, de nagyon szépen levezető, hogy ez egy abszurd, agybeteg, elmebeteg, őrült dolog, és így ki az, akinek ilyesmi eszébe jut? Ki az, miért tesz jót valakinek? Le akarja csökkenteni, beszéltünk előző műsorban, le akarják csökkenteni az emberiség létszámát 500 millióra. Miért jó az, hogyha ki akarják írtani? Hát ehhez képest az eddig ismert holokauszt, az egy, bocsánat, egy nem tudom, egy gyerekjáték valami, hát itt ezer szerény embert akarnak megölni. Föld minden pontja, mindenki beleértendő. Le akarják csökkenteni 500 millióra emberiség létszámát. 500 millió irányítható
ilyen kis zombikat, akik igen. mennek, mint a film megmentő, de elkezdeni szenébe. Ilyen ember, miért okozok? Hát én nekem, hogyha én egy élhető bolygón vagyok, meg vagyok rá győződve, hogy ez az egyetlen, az általunk ismert egyetlen egy lakott bolygó, akkor azt szeretném, hogy boldog, kiegyensúlyozott egyén emberekkel vegyem körbe magamat. Tehát nekem az a lényeg, hát nem az, hogy ilyen zombik menjenek valami, amit eddig csak a filmekben láttunk, hát ez szörnyűséges. Na, és igen. Erre a célra szolgál ez a bizonyos, most nemrégiben kiszivárgott, ez egy viszonylag friss dolog. Évek óta kísérleteznek vala, de most gyűlt össze elegendő anyag, hogy a nyilvánosság előre lehetett előlépni. Ez a kéksugár, a Blue Beam projekt, amivel az emberiségnek ezt az új világrend felül menetelést szeretnék rásegíteni az embereket, olyan jeleket, olyanokat szeretnének nekik az égre kivetíteni, bemutatni az embereknek, amikkel végtelenül becsapják, és igen. ennek a palettája, Gábor, hihetető széles. Igen. Meg lehet ijeszteni az embereket azzal, hogy UFO invázió van, földönkívüli invázió, uh-huh. és amit ott látsz az égbolton, az semmi más, csak hologram kivetítés. Abban igen. a pillanatban neked olyan rendelkezéseket és törvényeket hozhatnak, amire mindenre rávehetnek, mert azt mondod, hogy kérem, imádkozunk, kérem, kedves, tisztelt kormányunk, világkormány, védjetek meg ezek a gazföldönkívüliektől, mindent meg fognak tenni. Ezt rá lehet igen. húzni, járványoktól kezdve mindenre. A másik végén maximális mértékben lehet hatni az embereknek a vallásos érzeletére, uh-huh. de először egyébként ezeket a vallásos érzeleteket bizonyos fokon szeretnék kiirtani, és hogy egy egységes új világvallás legyen, és a létezőt, a történelmi egyházakat szétzúzni meg minden, és olyan jelek jelennének meg, hogy minden egyes vallás képviselőinek azok jelennének meg, Izraelben ott akkor Mózes jelenne meg, a másik oldalon ott Jézus jelenne meg, a harmadik oldalon Mohamed jelenne meg, aztán meg Buddha, meg mi? Így van. Uh-huh. És megjelennek, és azok a holografikusan megjelenő valakik, vagy ők a hanggal is közvetítenek az üzenetet, vagy megjelennének azok a beépített emberek, akik egyből tolmácsolnák ezt az egészet. El tudod képzelni ennek a hatását? Ez elképzelhetetlen, de lehet tudni. Igen, mert most mielőtt még itt lépcsőzetesen jön a Blue Beam, szóval azért, és ezt nagyon sok adásban már megkérdeztem, és a nézők is ezt kérdezik, hogy kik ezek, és hol vannak? Már, mint akik ezt csinálják? Igen. Hát emlékezhetőleg... Hát igen, volt ilyen, hogy szabadkőművesek, szóval mindig lehetett valamit tudni valakikről. Templomosok, mindent lehetett tudni, de ők kik? Ennek a leszármazott és utódai ott ülnek azokban a szervezetekben, például a Bilderberg csoportban, ami most ez év júniusában fogja tartani egyébként a következő ülésén, ahol ott vannak azok a világ sorsát meghatározó összes ember, de ebben vannak olyanok is, akikre az ember igazából semmilyen háttérinformációt nem rendelkezik, hogy mit keres itt a Beatrix holland királynő, mit keresett az angol királynő. Azokat a többi embert, azokat vezető politikusok, az országnak a legfejlettebb országnak a legmenőbb vezetői, az összes Rockefellerek, Rothschildok, meg mindenki, ezek, akiket úgy, ahogy ismerünk, bár ezt megint megjegyzem, ismerjük? Ki a túró? Nem is tudunk róla, vagy időnként megint ilyen mínuszos hír. De ezek az emberek összegyűlnek, és akkor ott elhatározzák, hogy mit akarunk csinálni, majd mit tesz Isten, meg is fog valósulni. Ugyanis például ebben a Bilderberg csoportban ott ül az a három ember, aki gyakorlatilag az egész Észak-Amerikáról, az Amerikai Egyesült Államokról beszélek, az egész amerikai médiát uralja. Három emberről van szó, ez ott van benne. Ha ők ott valamit elhatároznak, akkor a piramis módszer szerint ők onnan kérdek az utasítást, és onnantól kezdve az egész Egyesült Államokban ez fog történi, miután az Egyesült Államok jelen például még mindig a világnak messze a vezető legnagyobb hatalma, éppen ezért nagyon jól mondtad, az egész világon ez fog történni. Hát amit akkor... Amit eldöntenek, akkor ez... Tehát megvan, Amerikában ott még a külkapcsolatok tanácsa, tehát van egy néhány ilyen szervezet, és akinek lehetősége volt arra, hogy egy picikét belássa magát, az megdöbbent, mert mindenhol, minden ilyen szervezetben mindig ugyanazokra a nevekre bukkant rá. Most egyébként lehetőség van, de most először
Én nem tudok, hogy ez valami megtörtént volna. Minden 140 az emberek, valaki rákeres az interneten, minden 140 embernek, aki most ott már lesz, a bérdemben csoportnak, vagy valami, ott találta a neve, és ott találta a beosztás, hogy kicsoda, micsoda. És ha valaki egy picikét, na hát az emberek általában ebben a rohadt rohanó világban, hol van az embereknek ideje arra, most, hogy utána járjon, hogy oda van írva egy név, és oda van írva meg egy a csoport nevét se egyáltalán. Így van, de oda van írva, hogy ő ennek a csoportnak a neve. És akkor mi van? De nem, akkor derül ki, hogy fogalmuk sincs arról, hogy a háttérben zajló, hogy a Fedet alkotó hét amerikai nagy banknak is közösek a gyökerei, de a hozzájuk tartozó további 200 kisebb banknak, meg 500 multinacionális vállalatnak ugyanazok a vezetői, és ugyanazok a fő részvényesei, akik ott ülnek ebben a csoportban. Tehát akkor eljutunk annak a piramisnek a csúcsára, és egy nagyon rövid válasz. Van egy piramis csúcsa, ahol néhány ember székel, az a néhány ember, szószoros értelemben néhány emberről beszélünk, tízesnagyságrendű emberről, az gyakorlatilag a világ javainak áttételesen mintegy 95%-át birtokolja. Na jó, aztán már lassan megvilágosodunk. Én már el is sötétültem, már nem is, már következő fázis. Nézzük. Lépések voltak, úgyhogy most mi is lépést gyorsítunk, és akkor én nem kérek csak egyetlen egy mondatot, ami körülbelül úgy hangzik, hogy jön a következő Bluebeam. Nem, ennél azért egy három mondattal legyen csak több. Ez az egész folyamat, mint ebből kiderül, négy lépésből áll, és az lesz a célja, hogy bármilyen dolgot, amit ezek a programnak a kiötlői valamikor kitaláltak, illetve ki fognak találni, azt úgy mutassák be az egész emberiségnek, mint valóságot. Bármi legyen ez földönkívüliekből, de éppen föltűnhetne egy ellenséges repülőre is, és arra is azt lehet mondani, hogy megtámadtak bennünket, megtesszük a szükséges lépéseket, szörnyű következményekkel jár, hogyha ilyen szinten is lehet manipulálni az embereket, szerintem. Igen, nézzük a következőt.
James Webb Space Telescope. Using the largest deployable telescope ever launched, James Webb Space Telescope will peer deep into space, through cosmic dust and further back in time than ever before, to observe the universe billions of years ago when stars and galaxies were just beginning to form. Ugye tudod, azt szokták mondani, hogy az összeállítás termék megjelenítést tartalmazna. Most erre nem lehet azt mondani, egyrészt nincs termék, mi viszont azt láttuk konkrétan, ami nincs. Így van, hát. Így van, pontosan. Az az érdekes, hogy ez messzebbre visz egyébként nagyon. Ez a dolog, párjál, és csak azért is, mert ez elképzelhető, hogy amikor ezzel a projekttel elkezdek kísérletezni, akkor nagyon sok olyan dolog, amire a műsor elén utaltunk, nagyon sok olyan fényjelenség és UFO jelenségnek vő dolog már ennek a kísérletnek az eredménye volt, és most tényleg el lehetne jönni. De ez egy bemutató, szóval nem titok. Beszéltünk arról, hogy lehet, hogy akár 10 000 műhold is kering már a föld körül, uh-huh. De ezzel el lehetne érni ennek a rendszernek a segítségével, hogy az emberek hirtényében 500 000-et lássanak. És megrémüljenek. Fölnézel este az égre, és azt látnád, hogy űrhajók tömkere keringő, kisebb-nagyobb valami, olyat, amit eddig a csillagháborúban, vagy bármi a legfantasztikusabb ilyen sci-fi filmben lehetett látni. És hirtelen azt mondta, hogy itt ez valóság. Ha ehhez járul a média, amit teljes mértékben uralnak, elmondják neked a televízióban azt a hírt, hogy amit látsz, az valóság, ezek valóban itt vannak, hogy te pontosan, ha te nem is, vagy mi nem is, tehát emberek 99,9%-a pontosan azt fogja cselekedni, amit a programnak a kiütői elhatároztak, hogy na ez a mi célunk. Csak úgy tudjuk megvédeni a Földet, hogyha mindenki befizet 10 egységet pénzt. Így van. De akármilyen módon, nem, már csak mondom, de lehetnek. Mindenre ki így van, tudják mindenre használni. Mindenre rávehető, így van. És ez tökéletesen így ezzel manipulálni lehet az emberiséget, és nem tudjuk, hogy még léteznek-e, biztos vagyok benne, léteznek olyan holografikus programok, mert hiszen most is olyat láttunk, amivel ezt nem csak az égen lehet megvalósítani, hanem a Földön is. Tehát azt láthatod a település határán, hogy feltűnnek rendkívüli, brutális, földönkívüli járműek, földönkívüli lényeke, és a Földön is azt láthatod, hogy már itt vannak. Elkezdődött, mint a marsakók inváziója, hogy itt vannak, jönnek be a településbe, pánik tör ki, elmenekülnek az emberek, mindenre hajlandó azért, hogy adjuk vissza a biztonságukat. És akkor azt mondják, hogy hát mi szívesen megcsináljuk. Igen. Csak kérünk valamit. Igen, tehát pelikáltatás mi, majd kérünk magától igen. valamit. Na, és akkor jön az a kérés. Most annak a kérésnek az ára a szörnyű megfizethetetlen. Kérjük az utolsó összeállítást.
Hát úgy röviden összegezve, volt egy kollégám, aki mindig azt mondta, hogy semmi sem az, aminek látszik. Hát kis túlzással erre az összeállításra. Nincsen benne túlzás, tökéletesen így. Semmi sem az, aminek látszik. A kedves nézők, a következő adásban a jövő héten mesélünk. Mesélünk, mégpedig törpékről és óriásokról, mind a kettő bőven szerepelt a történelmünkben, és megpróbáljunk utána járni, hogy mutánsokról, vagy esetleg földönkívüliekről van szó. Megtisztelő figyelmüket megköszönjük, érezzék jól magukat a viszontlátásra, a viszonthallásra. Jó éjszakát kívánok! A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Holnap után az új világrend 10 parancsolata. A koronavírus járvány egyedülálló lehetőség az elit számára, hogy neki kezdjen az emberiség legszörnyűbb leigázásának. Vakcina háború az emberiség ellen, céltudatosan felhasznált vak tömegek, félelem, a tökéletes pszichofegyver, szabadság vagy újabb világjárványok. Őrült országok, őrült vezetői, megtervezett világégések. Vedd el a nép múltját, a végforgatókönyve. Agenda 2030. Kezünkben az evolúció. Mesterséges vírusok, a rettegés magvai. A közeljövő világformáló háborúi. Európa a járvány után. Mindenről és sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.